Biztos, hogy akarjátok hallani? Biztos vagytok benne? Hát jó, legyen. Viszont még mielőtt belevágnak abba a történetbe, elsősorban, el szeretném mondani nektek, srácok főleg, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, ugyanis még mindig a nézőim 75%-a nincsen feliratkozva erre a csatornámra, srácok. Ami nagyon nagy baj. És ráadásul, ha még nem jöttél erre ennél a videónál úgymond rá a like-ra, akkor az is nagy baj. Szóval, amíg ezt számok ára még sürgősen tedd meg, ugyanis baj lesz. Szóval 1-2-3, aki most rányom a lime-kra, like-ra, jó, oké, azért csak meg tudok beszélni, annak gratulálok, ugyanis a spanom lett, a barátom lett, hú-hú! Sziasztok, csekkeljátok le most a shopomat a különleges PGT és Danis termékekért, és akár most engem is megkaphatok, hogyha szeretnétek. Link a leírásban. Kövessétek be a Facebook és Insta oldalamat, hogyha szeretnétek minden hónapban PGT Danis termékeket nyerni, és hogyha folyamatosan akartok értesítéseket kapni a legújabb videóimról, vagy esetleg rólam, hogy mit csinálok, akkor szintúgy megéri bekövetni. Nem szeretnétek lemaradni egyetlen egy videómról se, akkor mindenféleképpen érdemes bekövetni az összes csatornámon, a képernyőn látjátok az összes csatornámat, de amúgy a leírásban is ott van, nagyon-nagyon szépen köszönöm annak, aki ezt megteszi. Na, de viszont közben vágjunk is bele gyors a rém történetmesélésbe. Aki nem tudná, itt vagyunk egy erdőben, eljöttünk táborozni, úgymond a haverokkal, és hát bizony rém történet mesélés van. Szóval szerintem vágjunk is bele, ne húzzuk az időt, és hát ijesszük őket meg. Szóval, volt egyszer egy erdő, amiben senki nem mer bemenni, mert az a legenda terjedt, hogy ott szellemek vannak. Viszont egyszer egy kislány betévedt, amikor egy barátjával bújócskázott, és hát azt hitte, hogy oda bújt a barátja, de hát, ja, igen. Szóval, elkezdett menni az erdőben, és egyszer csak, már nem tudta, hogy merről jött, elvesztette az utat, csak ment, azt hitte, hogy az a helyes út, de sajnos nem. Egyszer csak a telefonján furcsa számok jelentek meg, és egyszer csak annyit írt ki a telefonja, hogy menekülj, mert azután már nem lesz rá lehetősége. És ő csak ment tovább, abban reménykedve, hogy megtalálja a barátját. De csak a távolban meglátott egy furcsa szemét. Azt hitte, hogy a barátja már fehéren nézett ki, mert ugye hát a barátján is fehér póló volt, de hát kiderült, hogy az nem a barátja, hanem egy szellem. Közelebb ment, és ordított, amikor meglátta, hogy az ott nem a barátja, hanem egy szellem. Az a szellem pedig pont egy szellemfaluból jött ki, és hát ez egy közismert legenda volt amúgy, magában, hogy az egész faluban. Amúgy ezt kivettem az elejéről, hogy abban az egész erdő, egy ilyen elátkozott sztori, tehát ilyen legenda terjedt róla. És hát amikor meglátta a szellem a kislányt, ugyanis a kislány ugye felordított, amikor meglátta a szellemet, akkor a szellem elkezdte őt követni, amilyen gyorsak csak tudta. A lány nagyon megijedt és elkezdett minél gyorsabban hátrafele futni, hát a kiút az erdőből, és hát futott, ahogy csak tudott, és egyszer csak kijutott az erdőből. Hazatért, hazament a falujában, ott találkozott a barátjával és a családjával, és elmondta mindenkinek ezt a történetet, és hát azóta senki nem mer bemenni abba az erdőbe. És hát van egy jó hírem nektek, ugyanis mi ebbe az erdőbe jöttünk most el. De hát igen, nyugalom, nem kell semmitől félni, ez nem egy ijesztő cucc, meg semmi, szóval mi... Nyugalom, nem kell semmitől félni, ez csak egy legenda, Dani öm gond van, mondjátok, mi a gond? De semmitől nem kell félni, ez csak egy legenda, ez csak egy mese. Ott láttam egy, mit láttál? Ne, fehér lényt, ja igen, persze, jól van, igen, ne próbáljátok beképzelődni, beképzeltetni ezt nekem, nem viccelek, de... Nem vicces ezzel viccelődni. Istenem, jó, megnézem merre. Nézd meg kérlek, merre, erre. Erre volt? Itt a mögött. Oké, jól van, akkor elindulunk szépen errefele, és hát megnézzük, hogy mi van itt, de amúgy itt semmi nincsen. Itt konkrétan semmi nincsen. Nem tudom, hogy mitől félnek, meg mitől kell annyira izélni, meg stb., de hát nagyszerű. Minden, megnézzük, hogy mit látod, de itt konkrétan semmi nincsen. Újjaj. Újjaj, mik ezek a hangok? Újjaj. Ez nagyon-nagyon hangos, jó, ez kicsit kezd tényleg ijesztő lenni. De biztos vagyok benne, hogy nem jól látta, és igazából itt nincsen semmi, mert... Aha...
Igen, itt nagyon-nagyon nem kéne semminek lennie szerintem. Nem tudom, hogy mitől féltek ennyire ezek a gyerekek, de jaj, Oké. Itt van valami chest. És miért hallom még mindig ezeket a... Na, ezek a hangok nagyon idegesítők. Mi van ebbe a chestbe? Van benne egy könyv. Nagyon jó, tényleg. Ez a falu kincset is rejt, nem csak kísérteteket. A következő fejezet a könyvből... Ez ugye nem arra a könyvre utal. Ez ugye nem arra a könyvre utal, amiből én olvastam. És ezek alatt van valami? Ezek alatt nincsen semmi. Oké. Jó van, akkor... Ott valami! Nagyon nem nevek ezzel, nem akarom, nagyon-nagyon nem akarom. Jézusom, na jó van, nem akarok mémet, nem már. Jó, menjünk fel, azért azt nézzük meg, hogy merre jöttem. Nézzük meg, hogy merről jöttem, vagy merre kéne egy... Ajaj, azt ott látjátok? Na jó, menjünk oda, remélem, hogy az... De ez csak egy legenda, ez csak egy mese, nem lehet igazi. Nem lehet igazi azt, amit én izéltem, nem már. Most pont én kezdek el félni, aki mondta azt, hogy mesen nem, de nem félek, nyugodom. Nyugodt vagyok, ez biztos csak egy átlagos kis falu. Biztos, hogy itt laknak falusiak, és majd segítenek nekem hazajutni. Jó, oké, nyugodom, nem kell semmitől félni. Nem kell semmitől félni, ott is vagyunk. Nagyon jó, oké, hú. Oké, nagyon jó, hát egy kicsit régies a falu, de nem tudom úgy. Okénak tűnik meg minden, jól van. Menjünk is be szerintem. Hú, aztán reméljük, hogy tudnak segíteni. Úristen. Ez nagyon be van nőve gazda, ez az egész falu. Hát látszik, hogy jó régóta nem takarítottak itt, vagy nem jártak itt. Itt nincsen semmi? Nem látok semmi lootot, meg semmit, jó? Itt esetleg valami... Nem nagyon látok itt semmit igazából, jó? Menjünk fel ide a tetőre, hát ha... jó, itt nézzünk körbe, ez végül is az eléggé... Én látom ezeket a fehér szörnyeket! Nem akarom ezeket látni! Nem igazi, nem ezek tuti. Nem hiszem, hogy ez igazi. Nem hiszem, hogy ez igazi, most ez komoly. Ó, Istenem. Jó, akkor valahol kell találnom valamit. Valamit kell találnom. Valamit muszáj egyszerűen találnom, jó? Nem érdekel, valamit muszáj, biztos van itt valami iránytű, vagy valami, amit tudnék esetleg használni. Aminek muszáj itt lenni, amivel ki tudunk jutni, vagy akármi. Vagy bármi. Nincs itt semmi. Jaj. Oké, fehér szörnyek, mindenhol, jó? Nem tudom, hogy hol kéne lennie, még megnézem itt a kovácsnál, hát ha... De alapból a kovácsnál szokott lenni láda? Hát ha itt van, de... Hogy néz ki ez a kovács, már komolyan mondom! Ez lehet, hogy nem, itt csak izék vannak. Oké, itt csak cuccok vannak, jaj. Közben itt mászkál mellettem amúgy egy szellem, Istenem, ez nagyon-nagyon ijesztő. Ez nagyon-nagyon ijesztő, oké, itt is van fény. Itt is van fény, hát ha itt van. Hát ha itt van, menjünk be ide és nézzük meg. Oké, jó. Nincs is semmi. Hol kéne ezeket keresni, srácok, most már tényleg kezdve... Na várjátok? Na ne szívastok, itt egy térkép. Itt egy térkép. Na jó, oké, itt egy térkép, és... Na várjátok? Ott a tábor. Jó, látom a tábor, de ott egy X. Na srácok, nézzük meg, hogy mi van a piros jelzésnél, mert lehet, hogy ott van valami. Lehet, hogy ott van az a kincsféle, amiről szólt az a, nem tudom, következő fejezet, vagy valami. Hát, ha ott van, lehet, hogy meg tudjuk szerezni, aha. Itt van egy X. Azt hiszem, hogy aha. Oké, itt egy láda, és májva cukor torta. Ez a nagy kincs. Ez most így real? Ez a nagy kincs? Azt hittem, hogy, na jó van. Mindegy, oké, mindegy, találtunk májva cukortortát, ez is jobb, mint a semmi igazából. Na jó, oké, jussunk vissza gyorsan. Hú, ez az, oké. Jussunk szépen vissza, minél gyorsabban, és húzzunk innen el, mert nem akarok többet itt lenni. Nagyon-nagyon nem akarok többet itt lenni, úristen, ezek az ijesztő hangok, na jó. Oké, visszamegyek szerintem a többiekhez, és elmondom nekik, hogy mi történt, mert Jézusom, na jó, oké. De már, ez nem is a tábor. Ez a chest, ahol voltunk, na jó, oké, mindegy, erre felel kell valahol lenni, mert igazából erről jöttünk. Szóval, na várjátok. Jó, megpróbálok szerintem felépteni így a fáknak a tetejére, úgy hát, ha látok valamit. Azt hiszem látom, megvan! Hú, ez az! Visszajutottam! Hú, sziasztok! Hello! Visszatértem! Hú, Istenem! Hoztam ajándékokat! Itt egy kis májra cukortorta mindenkinek! Jézusom, srácok, mi a baj? Elmesélem, srácok, de szerintem ezt már videón kívül, mert Jézusom, de nagyon szét vagyok idegelve. Srácok! Úristen! Ha tetszett a videó, akkor dobjuk egy like-ot, megjegyezzük a csatornámat, minden, és találkozom már közelebb, én Dani voltam. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!
itt egy kivágott jelenet. Jó szórakozás. Ne! Segítség! Szállok meg! Ne!